1971. november 24-e. Nem sokkal este 10 óra után lenyitott hátsó lépcsővel és ajtóval ér földet a nevadai Renóban a Northwest Airlines Boeing 727-ese. Csigalassú tempóban, kis magasságon több mint 3 óra alatt tette meg az idevezető utat Seattle-ből. A felszálláskor még 5-en voltak a fedélzeten, Renóban már csak 4-en. A 2 pilóta, a fedélzeti mérnök és az egyik légiutas kísérő. Nem sokkal az eltérített gép leszállása és tüzetes átvizsgálása után elkezdődött minden idők egyik leghosszabb és legkiterjedtebb nyomozása. De hová tűnt az 5. személy, egy D.B. Cooper nevű utas? Mi minden történt a géppel napközben, és milyen szerepe volt az események során a 727-es addig számos előnnyel járó leengedhető lépcsőjének? Clear for takeoff, wind 320 degrees at 9 knots. Portland repülőtér. A 305-ös járat nem sokkal délután 3 óra előtt szállt fel a fedélzeten nagyjából 35 fővel, és a leghátsó sorban ülő, magát D.B. Coopernek nevező utassal, aki $20 váltott jegyet a Seattle-be tartó gépre. Emelkedés közben a férfi hátrafordult és egy cédulát adott át a szolgálati helyén lévő légiutas kísérőnek. A légi kisasszony azt hitte, hogy ismerkedési szándék van a dolog mögött, és olvasatlanul eltette a cédulát, mire Cooper odaszólt neki, hogy a kisasszony, olvassa csak el, fontos dolgot írtam, bomba van nálam. A stewardess miután elolvasta az üzenetet, Cooper kérésére átült mellé a kabinba. Azt kérte Coopertől, hogy mutassa meg neki a bombát. Erre Cooper kinyitotta az ölében lévő diplomatatáskát, ahol egyértelműen látszott 8 darab nagy piros henger, amit egy szintén henger alakú elemmel, egy akkumulátorral kötöttek össze rengeteg kábellel és különböző szigetelő és kapcsoló anyagokkal. Az amúgy higgadt, előzékeny és udvarias férfi ezek után lediktálta a követeléseit Florence Schaffnernek, majd azt az utasítást adta az utaskísérőnek, hogy a jegyzetet vigye előre a pilótáknak. Kért 200 000 dollárt kis címletű jelöletlen bankjegyekben. Körülbelül a mai $1.5 millió dollárnak felel meg, ami közel 500 000 forint, tehát egy elég nagy összegről volt szó. A 200 000 dolláron kívül kért még 4 darab ejtőernyőt is, 2 elsődleges és 2 tartalékernyőt, valamint azt kérte, hogy a Seattle leszállásnál egy üzemanyag feltöltő kocsi álljon azonnal rendelkezésre. A kapitány azonnal tájékoztatta az irányítást, az pedig a hatóságokat. A légitársaság vezetője úgy döntött, hogy mindenben együttműködnek. Órákba telt, amíg a környék összes bankjából összeszedték a $20-osokat, és beszerezték a sportkluboktól az ejtőernyőket. A 727-es ez alatt Seattle-től északnyugatra az öböl felett körözött és várakozott. Egy másik légiutas kísérő, Tina McClough, és sokat foglalkozott Cooperrel. Utólagos beszámolója szerint Cooper egy úriember volt, kifejezetten kedves, udvarias, abszolút nyugodt, semmifajta stressz vagy idegesség nem látszott rajta. Kifizette mind a két bourbont vagy amerikai viszkit, amit kért, még boravalót is adott. A 305-ös járat csak akkor landolt Seattle-ben, amikor a kötegekbe rakott pénz az ejtőernyőkkel együtt már megérkezett a repülőtérre. Cooper, magát védendő a mesterlövészek célkeresztjétől, az összes ablakárnyékolót lehúzatta. Miután minden követelését teljesítették, és a pénz és a fedélzeten volt, a férfi elengedte a 35 utast és Tina 2 kolléganőjét.
A kapitány, az első tiszta fedélzeti mérnök és az utas kísérő maradt a fedélzeten Cooperrel. 7:30 zárták az ajtót, a hajtómű indítás előtt pedig a férfi részletesen egyeztetett a személyzet tagjaival arról, hogyan és merre felé repüljenek a felszállás után. Közölte a pilótákkal, hogy mindössze 3000 méterig emelkedjenek, ne helyezzék nyomás alá a kabint, állítsanak 15 fokos fékszárnyat, engedjék ki a futóműveket és a minimális sebességet tartsák. Ez nagyjából 180-190 km/h volt. Tinát is a pilóta fülkébe küldte és megtiltotta a személyzetnek, hogy kinyissák a fülke ajtaját. Egy idő múlva, nem sokkal este 8 után kigyulladt a műszerfalon az a jelzőlámpa, amelyik azt jelezte, hogy a hátsó utaslépcsőt kinyitották. Nem sokkal később a pilóták érzékelték is, hogy egy kicsit csökkent a nyomás a kabinban. Még egy kis idő elteltével, 20:13 a pilóták egy bólintást érzékeltek, vagyis azt, hogy a repülőgép orra egy kicsit megsüllyedt, vagyis a repülőgép törzsének a vége megemelkedett, akkor hagyta el Cooper a repülőgépet, akkor ugrott ki. És a repülőgép nagyon érzékeny egyensúlyi szerkezet, egyetlen ember elhagyja a repülőgépet a repülőgép törzsében, akkor az a repülőgép egyensúlyi helyzetének megváltoztatását okozza. Ezt a pilótáknak a trimkerékkel kell egyensúlyozni, ellensúlyozni, vagy természetesen a korszerű gépeken ezt a robotpilóta megteszi. A személyzet további 2 órán át egészen a Reno-i leszállásig maradt a pilóta fülkében. A földetérést kifejezetten óvatosan kellett végrehajtaniuk a pilótáknak, hogy a nyitott lépcső lehetőleg ne okozzon kárt a törzs hátsó részében. A megállást követően rendőrök egész serege vizsgálta át a gépet, de Coopert sehol sem találták. Csak a nyakkendőtűjét, néhány cigarettacsikjét és a 4-ből 2 ejtőernyőjét. Tina, were you with the rest of the crew during the flight after you left the ground the last time? Yes, I went up to the cockpit. Miközben a riporterek a személyzetet faggatták, hatalmas erőkkel indult meg a nyomozás és a férfi felkutatása. Nehéz volt azonban meghatározni, hogy Cooper pontosan hol ugorhatott ki a 727-esből. A járatot kísérő 2 F-106-os vadászgép pilótája sem látott semmit az éjszakában. A St. Helens vulkántól nem messze, a Columbia folyó környékén, sűrű erdős hegyvidéki terepen gyakorlatilag a vadonban érhetett földet a géprabló. De nem lehetett tudni, hogy adott pillanat milyen szélviszonyok uralkodtak, és Cooper egyáltalán mikor nyitott ernyőt. Így aztán amennyire csak lehetett, a hatóságok kiterjesztették a kutatási területet. Az hamar világossá vált, hogy egy profival van dolguk. Cooper nagyon ügyesen választott típust ehhez az akcióhoz. Értett a repüléshez, ismerte a típusokat, ismerte a 727-est is, és ismerte mindazokat a körülményeket, amik fontosak voltak ahhoz, hogy jól megtervezhesse az akciót. Először is a 727-es képes volt viszonylag alacsony sebességgel, viszonylag kis magassággal repülni. Másodszor ennek a típusnak volt beépített utaslépcsője a törzs legvégében, ami lehetőséget adott számára, hogy repülés közben elhagyja a repülőt. Harmadsorban a 727-es hajtóművei nem a szárnyak alatt lógtak, hanem a törzse voltak építve, e fölött az utaslépcső fölött, elegendő magasságban ahhoz, hogy őt ez ne veszélyeztesse, amikor kiugrik a repülőgépből. Negyedszer tisztában volt azzal, hogy ahhoz a kis magasságú és kis sebességű repüléshez, amit ő el akart érni, 15 fokos fékszárny állítást kérhet a pilótáktól. Ez azért érdekes, mert abban az időben kizárólag ez az egy típus tudott 15 fokos fékszárnyállítást produkálni. És ezt Cooper tudta, és meg is rendelte a pilótáktól. A legérdekesebb mégis az, hogy azzal is tisztában volt, a hátsó lépcső az utastérben elhelyezett kapcsolóval repülés közben is működésbe hozható úgy, hogy ezt a folyamatot a pilóták előről nem tudják blokkolni és megállítani. A repülőgépek képességét viszont sehol sem oktatták a polgári repülésben. A polgári légiközlekedésben a légitársaságok ezt nem használták. Nem volt olyan elképzelhető szituáció egy utasszállításos üzemmódban, ahol erre szükség lehetett volna. Ennek következtében, bár a repülőgép ezt tudta, nem oktatták ezt a pilótáknak és a légiutaskísérőknek. Úgy
úgy tűnik, hogy ez igazából csak a CIA és más hasonló ilyen paramilitáris bevetési egységek ismerték, mint lehetőséget. A beépített utaslépcsőket a jet korszak hajnalán kezdték preferálni a légitársaságok, amikor a járatok már nem csak a nagy repülőtereket kötötték össze, hanem a célállomások között megjelentek a kisebb, kevésbé felszerelt légikikötők, amelyek közül egy-egy járat akár 4-5-öt is érinthetett. Az idő megtakarítása meg a pénzsporolás szempontjából egy óriási jelentősége volt annak, hogy a repülőgépeket ellátták ezeket a saját beépített utaslépcsőkkel. A hatóságok több tesztet hajtottak végre a 727-essel. Alaposan vizsgálták a kiugrás körülményeit, próbáltak rájönni arra, hogy hol érhetett földet a géprabló, egyáltalán túlélhette az ugrást. Az FBI az egész országban körözte a férfit, folyamatosan frissítette a fantom képét. Cooper idővel egyfajta ikon lett a lakosság körében, emellett követői is akadtak. A következő évben, 1972-ben egyetlen év alatt 15-ször próbálták meg Cooper ötletét leutánozni. 15 alkalommal raboltak el így repülőgépet. Ebből 3 olyan értelemben sikeres is volt, hogy a géprabló a kizsarolt pénzzel és ejtőernyővel földre tért, azonban csak eddig tartott a siker, mert ezeket a géprablókat, az egyiküket órákon belül, a másikat napokon belül, de elfogták. Akit órákon belül fogtak el, az annyira naív volt, hogy az akcióhoz kitelepítette a saját autóját egy sivatag szélére, a tervezett földetérési pontja közelébe, és a saját autóján még az ejtőernyős klubjának a matricája is látható volt. A gépeken is módosításokat kellett végrehajtani. A hátsó lépcsőhöz beépítettek egy olyan éket, ami a menetszél hatására befeszült és meggátolta, hogy repülés közben nyitható legyen a szerkezet. Az ékhez pedig belülről nem lehetett hozzáférni. A leszállás után a menetszél megszűntével az utaslépcső természetesen újra nyithatóvá vált. Ugyanezt a megoldást később beépítették a DC-9-esekbe is, hiszen ott is ugyanezt a fajta hátsó utaslépcsőt alkalmazták hosszú éveken keresztül nagy sikerrel. Az események nem csak a repülőgépen hoztak változást, hanem a reptereken is. Véget értek azok az idők, amikor valaki csak úgy besétál a repülőtérre és igazolvány nélkül vásárol jegyet. 1973 elejétől pedig már kötelező volt az utasok ruházatának és táskájának ellenőrzése a repülőtereken, ami egy ideig komoly felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban. A köddé vált Cooper népszerűsége egyre csak nőtt az országban. Slágerek, regények, filmek születtek róla. 9 évvel az eltűnése után a Columbia folyópartján egy kisfiú a homokban rossz állapotú 20 dollárosokból álló pénzkötegeket talált. A laboratóriumi vizsgálatok megállapították, hogy a bankjegyek abból a csomagból származnak, amit Cooper kapott. De azóta semmi sem került elő. Volt egy tucat komoly gyanúsított, őket hónapokon, sőt egyeseket éveken át vegzáltak a hatóságok, míg egyértelműen ki nem derült, hogy vakvágányon mozognak. A nyomozást 45 éven keresztül egészen 2016-ig folytatták, és akkor sem zárták le, csak felfüggesztették. Az a kisváros, ami legközelebb található ahhoz a ponthoz, ahol esetleg Cooper földet ért, mert hogy pontosan hol ér földet, azt természetesen nem lehet tudni. Szóval ebben a kisvárosban mind a mai napig, a hálaadás ünnepe előtti pénteken megtartják a Cooper napokat. És ilyenkor zenés-táncos vigadalom folyik, és mindenki Coopert idézőjelben, de ünnepli. Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős videókról, akkor csatlakozz a követőink táborához. Ha pedig támogatnád az Aeroparkban kiállított történelmi repülőgépek felújítását, újjászületését, kérjük, keresd fel a videó alatti leírásban található támogatói felületeket. Runway 3-1 left, clear for takeoff, wind 320 degrees at 9 knots.